up and drop the boots up. Oh, you got my heart. Sziasztok! A beköszönés ennek a videónak valahova eltűnt, szóval most újra felveszem. De akkor sziasztok, és üdvözlök titeket ebben az újabb vlog videóban. Most le fogom nektek vlogolni ezt a kirándulást húsvétkor, most így eljöttünk kirándulni, és ezt fogom nektek levlogolni, úgyhogy remélem, hogy tetteni fog. Hogyha érdekel titeket, akkor pedig tartsatok velem. Hát sziasztok, mint láthatjátok, most másnap van. Sziasztok! Szóval most fogunk menni sétálni. Szóval ilyen a ház. Van itt egy kis medence is, erre pedig ilyen kiülők. És van itt egy virág. Meg egy virág. Arra pedig vannak ilyen boros pincék, ott pedig van egy leülő, ott szoktunk reggelizni. Ott pedig szauna van, de azt nem használjuk. Szóval ennyi. Fogunk indulni sétálni, és egy eléggé hosszú túrára fogunk menni. Szia! Szia! Úgyhogy majd közbe fogok videózni. Nagyobb részre, vagy nem tudom, ahonnan egyébként nagyon szép a kilátás, mert eléggé magasan vagyunk, és rengeteget sétáltunk már. Szóval ott a mögöttem lévő hegy túloldaláról jövünk. Úgyhogy most itt egy kicsit megpihenünk, utána indulunk visszafele szerintem. Itt van egy ilyen boros pince, ahol mi igazából nem leszünk le, csak lenézünk. Most már feljövök, virág kint maradt, és most mi egy ilyen croissantot fogunk csak enni. Feel the daylight on our skin. We are young, we feel everything. Yeah, it's starting to begin. Hear the words we were meant to sing. Close my eyes, I feel where we are. Where most lehet, hogy azt fogom menni ezen a hegyen, találunk, mivel ugyan eljöttünk, csak akkor egy jó nagyot, de erre rövidebb lenne. We light it up like the stars. No more fear of hiding. Stay where we are, where the ones we can break the silence. Milyen a túra? Jó. Akkor jó. Te
találtunk utat amúgy a hegyen. Nehezen felértünk, eléggé magasan vagyunk, itt egy teljesen meredek út van előttem, és hát ez elég kemény szakasz volt, de túl vagyunk ezen a nehéz részen, szóval most már fogunk sétálni vissza a házba. Megyünk visszafele. Már itt vagyunk ezen a részén, ahol van ez a szélfúvó, vagy micsoda. Szóval már közeledünk. Where we are, we can run all night. Sikeresen visszaértünk a szobára, és most le fogunk majd zuhanyozni, de előtte még meg fogom vágni a videót, úgyhogy majd jelentkezek később, hogyha fogunk csinálni bármi érdekes dolgot. Na most el voltunk egy jó darabig. Nem is videóztam, annyira jól el voltunk. Majd ebből fog jönni videó, ha minden igaz, hogy mi voltunk ennyire el. Kicsit. Szóval most fogunk menni egy ilyen kis bátorság próbára. Vakúznunk szabad. Szóval majd fogunk ott is nektek videózni kint. Ha túléljük! Ha túléljük, akkor látjátok. Ha látjátok, akkor túléltük, az azt jelenti. Suzuki! Suzuki! Indulunk! Mind a ketten videózunk. Élő! Isten! Na most félek. Ez egyébként csak az az udvar, ami itt van. Apa, a kókuszra vigyázzál! A vállamot vertem. Tudjátok amúgy, hogy merre megyünk? De nem is! Vegiasztani, nem mondjuk? Ott a Misi mögöttetek. Hol? Hol? Jaj, vannak pincék, kinyízz be velem a blokkot. Én nem szeretem ezt a mosót. Valaki menjen előre. Gyere ide, kis fiú. Apa, menjél már előre. Én nem megyek előre, igen. Kokuszka, ne ugassa meg kell semmit, mert akkor meg én is megijedek. Mi? Vissza akarok menni. Misi! Vissza akarok menni. Jaj. Mi van ott? Húha! Kókusz, gyere! Úristen! Nem akarom! Mi az? Olyan, mi a fényne valaki? Én nem hallom. Én hallom. Mondom, hogy fényne valaki, mert valaki mozott. Gyere, ond! Tudom, hogy a mis van. Vigy ez a apu hangja! Te komolyan gyertek! Mi van ott? Ott valami van. Jézus Isten, miért csináljátok? Isten, miért csináljátok? Nem a Misi, baszki! Nem a Misi volt, hát nem is gyűn meg sem mozdul. Azért, mert a apulat láttam, hogy a fejét. Ne, fejet! Ugye, mint egy bajom. Tényleg, mint egy bajom. Tényleg, apu. Hát, kicsit hülye hangod van. Jézus Istenem. Most megijedtek a gálában, nem? Én leszom, hogy hát én már elejétől fogok rájöttem, hogy ez a Misi lesz. Én is hittem, hogy a Misi lesz. Mert most már senki nem akar menni. Jössz? Gyere. És megyünk még följebb. Megyünk föl. Én már nem jutok semmire. Apa, gyere! Semmi más különbség nincsen. Még ha megfordultál volna, még ijesztőbb lett volna. Ki? A Misi. Látjunk a helyen. Látszik, de ott világítanak a házak. Itt meg egy vanda. Senki nem fél. Emberek a vadonban. Nem volt semmi, most már megyünk. Ford valamit a szél. Na, mi a szólat az alkat? Nem költünk. Ez csak nem jó fele. Sziasztok! Most már reggel van. Vanda már fent van. De Virág még alszik. Felkelt Virág is. Most
Insta is csináltál rólam egy videót. Ilyenkor amúgy a hangomat azt ne is figyeljétek valami. Nyugodjatok, szóval nyugi, nekem is reggeli hangom van. Igen, ma van húsvét napja, és fogunk csinálni tojásvadászatot. Hoztunk rá tojásokat. Meg még nagyon sok mindent, amit szintén le szeretnénk vlogolni. Szóval majd meglátjátok. Na, most az a helyzet, hogy már elkészülöttünk, reggeliztünk is. Persze. És most olyan feladatot kaptunk a szülőktől, hogy el kell mennünk le a faluba, és egy házban, egy flakonba kérni jart. Mosogatásra. Szóval... ez most a feladatunk, és ezt fogjuk most teljesíteni. Most már elindultunk lefele. Nálam van 1 euró, Virágnál pedig egy flakon, amiben majd fogják nekünk tölteni. Feel it daylight on our skin. We are young, we feel everything. Na, most már itt vagyunk a faluban, és most nézelődünk, hogy lesz-e itt egy szimpatikus ház. Meant to sing, close my eyes, I feel where we are, we can run all night, till it dawn, till it dawn. Első házba, aztán most menni videózatot, csak így lentél. Igen. Dobrý den. Doufáme, že mě rušíme. Len, prajeme vám veselou velkou noc a mali bysme otázku, že nemali byste nějaký umývací prostředok na umývání riadu. Lebo my jsme v také malé chatě a už nemáme. Či byste nám trochu nemohli požičat. Děkujeme. Ezután itt megkérdezte tőlünk, ugye, hogy elekérheti a flakont, amiben ugye beletöltötte, aztán adott nekünk. Még azt is kérdezte, hogy hol lakunk, de azt nem tudtuk megmondani, mert nem tudtuk, mi a háznak a neve. És igazából ennyi, aztán megköszöntük, és mentünk vissza a házba. Nagyon aranyos. Igen. Nagyon jó volt. Nagyon jó házat választottunk szerintem. Most megcsináltuk ugye, és most fogjuk megmutatni anyáéknak, hogy sikerült, és... és annyira édes volt, hogy még a pénzt sem fogadta el. Megkaptuk a húsvéti csokikat, úgyhogy megmutatom, milyen csokikat kaptunk. Kicsit összeholtva. Ilyen kis cuclit. Egy szegény kis mérka tojás. Igen, nekem a lilla is feladott. És ez a kinder bárány. Pedig semmi hasonló, csak nincs köztük. Úgyhogy ennyi. Na, szóval, most már megvettem ennek a videónak az ezelőtti részét, és valószínűleg délután fogunk mosogatni cserébe azért, hogy anyáig foglalkozzanak velünk, mert unatkozunk. Igen, bocsózni fogunk tök normális módon, szóval, most pedig számháborúzni fogunk. Na, szóval, most már az IPA-pásnak, mert minden ilyennek számháborúnak is vége lett. Végül egyébként anya és Vanda anyukája nyerték a számháborút, és most pedig tojásvadászatot, úgyhogy most följöttünk addig, de szerintem nem tudom, hogy fogok-e videózni közben, szerintem nem fogok. Majd utána csak megmutatom, hogy ki mennyi tojás szerzett. Na szóval körülbelül ilyen 5-6 cucnyi tojás van, dobozokban és ilyen zacskókban vannak a tojások. Na, vége lett a tojásvadászatnak, én 24-et gyűjtöttem, Virág 32-t, úgyhogy... Zsoltika 25-öt. Így, hogyha összeszámoltuk, akkor azt hiszem, hogy én nyertem. Igen, Virág nyert, de amúgy nekem is van így ennyi így okos ebben, tehát hogy tele van ez a kis doboz, de amúgy finom csoki, szóval. Ez jó volt. Majd jelentkezek később, hogyha lesz valami érdekes dolog. Befejeztük ezt a bizonyos közös projektünket, amiről már azt hiszem beszéltem, de nem tudom. Majd kint lesz, egy videóklipről van egyébként szó, és most vettük fel az aláéneklését, nagy nehezen. Úgyhogy most pedig megyünk leenni szerintem, mert már elég éhesek vagyunk, és soha többet nem fogjuk szerintem énekelni ezt az elét, mert nagyon elegünk van belőle. Kicsi, kocsi, szó. Kiskörben, hát a rózsafát láttam, hát a rózsafát.
csapate, öntözni. Kellemes húsvéti ünnepeket lányok. Kellemes húsvéti ünnepeket. Hát sziasztok, ismét másnapon is, mint láttátok. Ki lettünk öntve az ágyból. Szóval most már el kell készülnünk, mert 10-kor el kell hagynunk a szállást. Ezt a most nagyon-nagyon gyorsan, így az utolsó nap, mert már ma fogunk indulni haza, csinálok nektek egy house tour, mert az még nem csináltam, mert nem jutott rá idő. Azon a tetőn, onnan hátulról mentünk föl. Hát és hogyha így nézzük, akkor ez azért eléggé magasan van. Csak azok a felvételek, amiket ott készítettem, azok elvesztek, de mindegy, szóval ott voltunk. Fent ezen a play tetőn. Előszoba, hogyha erre eljövök, itt van egy ilyen ebédlős rész. Aztán, hogyha erre jövök, itt van egy ilyen picike kis fürdőszoba. Erre itt a konyha, étkezővel. És ez egy 20 személyes ház, tehát sok ágy lesz. Itt van egy jacuzzi-s fürdőszoba, itt szoktunk mi fürdeni. Itt van anyáik szobája, itt szokott aludni a testvérem, itt pedig anyáik. Már egyébként sehol nincsenek cuccom, mert már minden le lett hordva. Itt egy erkély, és nekik is van egy picike kis vécék egy mosdóval. Itt vagyok én is. Aztán, hogyha erre tovább jövök, itt van egy ilyen emeletes ágyas kis szoba. És erre pedig van még egy két ágyas szoba, ugyanolyan, mint anyáéké. Aztán, hogyha feljövünk a mi szobánkba, akkor itt oldalra van egy ilyen picike kis kanapé, amit igazából nem használtunk. Kis dohányzóasztal, itt van 4 darab ágy, itt aludtak Vanda szülei, és itt pedig van 6 ágy, itt aludtunk mi. Itt aludt Virág, itt Vanda, itt pedig én. És nekünk van egy ilyen téglatévénk, amit amúgy nem is kapcsoltunk be, és jó poros. De a kilátás lesz szép, szóval ennyi lenne ez a kis szoba. Most pedig majd fogunk már hazafele indulni, úgyhogy majd jelentkezek az úton. De és egyébként fun fact, hogy itt hátul a kertben az mellékes, hogy itt van egy ilyen szakadék, meg ilyen lekerített fotodőrrel, meg itt is van egy dödölt. Az mindegy, de ahol voltunk fent, ebben az épületben, itt ez alatt van egy szoba, ami nincs itt zárva. És rendesen meg van ágyazva. Ennek a tetején voltunk. Itt is van egy kis mosdó. Már eltűnt a pók. Meg egy dupla ágy. Szóval ez is egy tök szép kis szoba. Hazaértünk. Itt a Szuzika. Nagyon örült nekünk. Ugye, Suzi? Ugye? Jól! Jól, kiengedlek. Hogy kilőtte magát? Sziasztok! Már jó pár nappal, inkább héttel később van, és most videóvágás közben észrevettem, hogy nem köszöntem el tőletek, szóval ezt most megtenném. Hát köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, hogyha tetszett, akkor mindenképpen lájkoljátok és iratkozzatok is fel, hogyha még nem lennétek, és találkozunk a következő videóban. Addig is I gave you everything.